Jó estét kívánok! Több mint 4000 rakétát lőtt ki a Hamasz az izraeli célpontok ellen az elmúlt két hónapban. A világ leggyorsabb rakétaelhárító rendszere az úgynevezett vaskupola 90%-os hatékonysággal szedte le a terroristák lövedékeit. Az utolsó számítások szerint kb. 500 000 ember életét mentette meg az Iron Dome légvédelmi rendszer. Riporterünknek közvetlen közelről mutatták meg az elhárító rendszer működését. Ásdod alig 30 kilométerre Gázától. A Hamas egyik fő célpontja volt ez a város. Naponta 7-8-szor szólaltak meg a szirénák az elmúlt 50 napban. A terrorszervezet egyébként már több mint 90 kilométerre tud ellőni. Emberek százezrei rohantak a szirénák hangjára a különböző óvóhelyekre. A Ben Simon család az elmúlt két hónapban körülbelül 350-szer menekült be a lakás védett szobájába. Az egész család be kell jöjjön a szobába, és hamar bezárja Avi az ablakokat, és utána az ajtót is be kell zárni. Ezek a szobák teljesen bombabiztosak és légmentesen zárhatóak. Izraelben most már az új lakásokba kötelező ilyen védett szobát építeni. Amikor lőttek és szóltak a szirénák, akkor már együtt mentünk az óvóhelyre. A kicsi nem értett belőle semmit, de a nagy már tudja, hogy rosszat jelent, mondta ez az izraeli anyuka. A Hamász a rakétákkal legfőképp a civil lakosságot támadta. A háború alatt, amikor kijöttünk ide, akkor vörös fényeket láttunk, és tudtam, hogy pár másodpercen belül becsapódnak. Azonnal rohantam, fogtam a családot, és vittem őket az óvóhelyre, mondta Avi Ben Simon. Az 50 napig tartó harcokban az izraeli civil lakosság védelmét ez a különleges rakétaelhárító rendszer látta el. Kérésünkre most kivételesen megmutatták, hogyan működik a vaskupola. Egészen közel engedtek minket. Héberül úgy hívják, hogy Kipad Barzel, angolul Iron Dome, magyarul fordítsd le, hogy akarod, védelmi kupola, vaskupola. Maga rendszer radarra és rakétára alapszik. Kifogja a rakétát, amit kilőttek, kiméri, eldönti, hogy ha lelövi-e vagy nem, és lelövi. Hát a lelövi, ott van az egész titok benne, hogy csinálja meg ezt, mert nagyon pontosan kell eltalálni egy ilyen rakétát, tehát, amelyik óriási sebességgel megy, és ebbe van az egész titok, ebbe a rendszerbe. Amit itt a hátam mögött láttok, az 20 rakéta. Tehát egy ilyen ütegbe 20 rakéta van, 20-at tud egyszerre kilőni, 20 rakétára tud választ adni. A rendszer egyedülálló a világon, és hihetetlen pontossággal szedi le a támadó rakétákat. Ez a világ leggyorsabb rendszere. Amikor a gázai övezetből kilőttek egy rakétát, ez 8 másodpercen belül indított, és összesen 45 másodpercen belül eltalálta a rakétákat és megsemmisítette. Jelenleg csak Izrael használja ezt a saját fejlesztésű légvédelmi elhárító rendszert. Ilyen kilövő állomásból összesen 9-et telepítettek a legkritikusabb helyszínekre. A kilövő állomás igen mobilis, pár óra alatt felrakható egy teherautóra, és áttelepíthető. A Hamas több mint 4000 rakétát lőtt ki Gázából, ebből 660-at lőttünk ki. Azért nem lőttünk ki többet, mert a többi az nem esett volna a lakott területekre. A rendszernek megvan még egy tulajdonsága, hogy kiszámítsa, hogy hova esik be a rakéta, és hogyha ez külterületre esik, akkor nem lő rá. Gazdasági oka van, egy ilyen rakéta 50 000 dollárba kerül, és minden olyan rakétára, grád rakétára, amit Gázából kilőnek, általában két rakétát lőnek rá, hogy biztosak legyenek, hogy leesik. Ebből könnyen kiszámítható, hogy az 50 nap alatt Izrael több mint 70 millió dollárt, azaz 16 milliárd forintot költött csak a vaskupola rendszer által kilőtt rakétákra. A szakértő szerint az elmúlt 2,5 hónapban körülbelül 500 000 ember életét mentette meg ez a vaskupola elhárító rendszer itt Izraelben.